Izgalmas pillanatok a tangónak köszönhetően, és Huszártamásnak köszönhetően a partnered. Pálmai Adrián. Titeket láttunk az imént, köszönjük szépen, Isten hozott téged. Köszönjük a meghívást. Izgalmas? Hát, hát abszolút izgalmas, azon gondolkodtam, hogy a romantika, a szerelem, a szenvedély táncaként apostrofálják sokszor a tangót, mert hogy akkora a mértékű testi közelség van a két partner között, hogy itt nagyon együtt kell dolgozzon az ész a lélek. Igen, meg a két lélek. Illetve a két igen. érzékelés. A két, igen, így van. Igen, Mind a kettő, persze. Igen, talán ezért a, a szenvedélyesség, talán említhetem a szót, hogy erotika könnyen Fogni? felmerül az argentin tangóval kapcsolatban, mindeközben pedig a legmélyebb ebben a táncban az intimitás, a közelség, az egymásra hatás. Ez egy improvizatív tánc, tehát nincsenek alaplépések, nem kell megtanulni egy sor, lépéssort, amivel mi együtt tudunk majd mozogni, hanem azt pedig nagyon komplikáltnak tűnik, tehát én, én, én azt bizony. hittem kívülállóként, Abszolút, hogy ez van, egy erőteljes szabályrendszeren alapul. Úgy, mint egy beszélt nyelv, csak ez a test testbeszéde. Tehát ahhoz, hogy mi tudjunk beszélgetni, ahhoz már nagyon régóta tanuljuk a magyar nyelvet, és nap, mint nap tanuljuk, és fejlődünk a nyelvel együtt mi is. Eleinte hogy tanultunk meg beszélni? Úgyhogy nyökögtünk. Aztán szótagok, szótagok, egymás után szavak, szavak egymás után mondatok, hát igeidők még sehol nem voltak. Hát így tanulunk meg tangózni, és először elkezdünk a testünkkel úgy kommunikálni, hogy azt a másik megértse. És nyilván nem értjük meg elsőre egymást, ne. ha teljesen De kezdők persze. vagyunk. De olyan van, ugye a teljes interakció az nagyon fontos. Igen. Ez, ez egyértelmű. Olyan van, hogy az egyik a másikat utálja, ki szeretne békölni, hát elmennek tangozni. Vagy teljesen egy <laughs> úron kell pendülni, mert másképp nem megy. Tehát van. Van. Van, pont csütörtökön, nem csütörtökön, szombaton volt egy párosom, akik eljöttek a magánórájukra, és mondták, hogy le akarták mondani az órát, ők nagyon összevesztek, ők már, ők már egyébként már el is váltak, és, és újházasodtak újra össze, vannak gondjaik, és, és most nagyon nincsen kedvük egymáshoz. Tehát nagyon köszönöm, hogy így is eljöttek, örülök neki, és elkezdtük az órai munkát. És azért, mert ők egy egész órán keresztül semmi mással, csak önmagukkal és a partnerükkel foglalkoztak, mm -hmm. mosolyogva, egymás kezét fogva mentek ki, az óráról. Ez most volt szombat. Tehát gyógyító erő? Maximálisan. Hát mi gyógyítana minket a legjobban, ha nem az, hogy kapcsolódunk egymáshoz? Uh -huh. Ez Én nagyon érdekes, mert ugye a pont egy olyan példát mond, hogy mi van akkor, hogyha éppen megromlott a kapcsolat, és majd ez most megjavul. De mi van akkor, hogyha két vadidegen ember, akiknek még semmifajta kapcsolatuk nincs, odaállnak. Mi benne a gyógyítás útja? amikor valakivel beszélgetünk, amikor valakivel interakcióba lépünk, aki idegen, akkor elsőként mindig a saját érzéseinket kapjuk meg önmagunktól, amit a másik csal ki belőlünk. Tehát elsőként mindig önmagunkkal kell foglalkoznunk egy kapcsolódásban. Na most, ha egy vadidegennel kezdek el tangót tanulni, Igen. mondom ezt kezdőként, akkor ő mindenképpen az én érzéseimet hozza ki belőlem akkor megvan az a lehetőségem, hogy nem kell foglalkoznom vele, mert magamat kell rendbe tennem. Akkor ez hát így, Mert ő ezt érzi, hogyha velem valami probléma van, még ha idegen, akkor is. Hát ugye ő is kezdő, ő is idegen, tehát neki is a saját érzései jönnek majd fel. Hát neki is önmagával kell először foglalkoznia, hogy majd aztán igazán tudjunk egymáshoz kapcsolódni. Hogyan képzelhetjük el ezt a gyakorlatban, Tamás? Hát ez... Rendkívül. Van kedved kipróbálni? Próbáljuk. Géza. Figyelek és pontozok itt, jó? Gondolom, hogy Higye ide sektestem. kell lépnem. Nincs mese. Hát nem csak Nincs gondoltad, be. hanem érezted is, mert én még a fejemmel is bicentettem. Tehát már eleve egy olyan testbeszédet vettem fel, megkérdeztem, hogy van-e kedved kipróbálni, felpattantam a helyemről, össze. És már siettem. És jöttél ide hozzám, tehát már interakcióba léptünk fizikai síkon is azzal, hogy egymásra reagáltunk, ugye? Például, hogyha elkezdünk együtt dolgozni, én meg sem kértem, hogy tedd a kezedet a kezembe, mégis ide tetted, mert én nyújtottam a tenyeremet, ráadásul fölfelé, a legnyitottabb állapotban. Tehát eleve már reagáltál az én testbeszédemre. Tehát ilyen, ilyen dolgokon ö, alapul az egész. Megkérhetlek, hogy ölelj meg engem? Hát ez egy nagyon-nagyon. Nézek is Gézára. De csak bátor. Az ölelés, ugye, ha mondjuk nem a magyar néptáncról van szó, Igen. az lehet így lehet a néptánc szerint, Igen. mondjuk így, mit árul el ez? Sok minden, szerintem arra most nem lenne elég egy másfél napos kurzus sem, mindenesetre azért öleljük meg a másikat, mert érezni szeretnénk, te azért fogtad meg a kezemet, mert érezni szerettél volna engem, mert együtt akartál velem működni. Ugye? Tehát azért kezdtél el felé mozogni, Ugye? és most is azért <laughs> kezdtél el mozogni, mert eleve az együttműködés akaratával léptél ide hozzám. Itt van aláfölé rendelt viszony a tangóban? Semmiképpen. Semmiképpen, semmiképpen de semmiképpen. mégis most érkövettelek téged. Igen, mert Ehhez mert most nem már foglaljunk helyet. Foglaljunk helyet, ha megtárgyaljuk. Meg hát <laughs> igen. Igen. Ezt az aláfölé rendeltségi viszonyt ezt nagyon könnyen hozzáképzelik az emberek a tánchoz. Mert azt szokták mondani, a szokták az többes szám harmadik személy, tehát én nem. <laughs> Hogy a férfi vezet a nő követ. Hát nem véletlenül az argentinok sem mondják, hogy vezet követ. Ez az angol száz fordítás, angol száz kultúrának a fordításából származik, hogy a férfi vezet a nő követ. Én ezt elutasítom. Ezek szerint? Igen. A férfi és a nő dolgozik benne. Na most én szeretem ezt sokkal általánosabban nézni. A férfi hozza bele a kreativitást, tehát ebben a táncban a férfi szerep a kreativitás szerepe. Azért táncolunk együtt, hogy együtt legyünk, tehát visszük a hölgyet magunkkal, szeretnénk, hogy a hölgy jól érezze magát. És ő adja az érzelmeket, érzéseket? Hogy az aktivitását, vagy az, az aktivitás, együttműködést. Ő elfogadja azt, hogy a férfi most érte szeretne tenni valamit. Hát ez egy néma kérdés. Kérdéssel? Pontosan, felelet, kérdés, felelet. Pontosan. De azért ez egy nagyon kemény pszichológia is, amiről Oho. most beszélgetünk. Hát, ha valaki félszeg. Igen. Nem mer. De igen. oda teszik tangózni. Igen. Mi lesz belőle vele? Hát szerintem egy boldog ember. És Na. ez a legrövidebb <laughs> és legtisztább válasz. De nem Mivel... rövid úton. <laughs> Sőt, hosszú úton, ugyanis az egész élete hosszán. Tehát, hogy folyamatosan tanuljuk azt, hogy hogyan tudunk boldogabbak és boldogabbak lenni a kapcsolódásainkon keresztül. Na most itt vagyunk a tangóban, hogyan, hogyan ö, ö, hat ez ránk? Hát a legőszintébb tánc az argentin tangó, az én ismereteim szerint, mert hogy alaplépés sincsen, minden improvizáció. Folyamatosan egymásra reagálunk. Hogyha a testünkkel reagálunk, akkor a leg. Nehezebb bevonni ebbe a gondolatainkat és az, agy az agyunkat, mert a legmélyebb érzékeink és reakcióink jönnek fel. Tehát biztosan az fog kijönni belőlünk, ami bennünk van. Tehát nem lehet hazudni ebben a táncban. Na most, hogyha a párunkkal vagy egy idegennel táncolunk együtt, hát akkor is a saját érzéseink jönnek ki. Lehet, hogy én eldöntöm előre, hogy én egy nagyon jól fésült úriemberként oda megyek, uh -huh. és én ott annyira decens leszek, ah, igen. mint senki más ezen a világon, és amikor odaérek, találkozom egy partnerrel, akivel együtt táncolok, és kijön belőlem a vidám, kijön belőlem a a szórakozó ember, Aha. és elkezdem magamat úgy jól érezni, pedig egészen más volt a gondolatban. Akkor nem véletlen, hogy a táncterápiás lehet, hogy mondtam, foglalkozásokon, órákon van pszichoterapeuta is? Így van. Dr. Tarján Emőkével csinálunk együtt egy csoportot, az az elnevezése, hogy kapcsolódá, érzelmi kapcsolódás tangóval. Uh -huh. Ő a párterápiának és a családrendszerterápiának nagy mestere, már csak azért is, mert a családrendszerterápia módszerét azt ő találta ki, ő fejlesztette ki. Ezt ő tanítja egyedül Magyarországon, illetve még az Orvostudomány Egyetem tanítja. Tehát ő ennek azért nagy tudora. Igen, szaktekintéje is. És ő mondta nekem, miután elkezdett nálam argentin tagot tanulni, hogy csináljunk egy csoportot, ahol a párok, Elkezdhetik a testükön keresztül is megtanulni ezt a kapcsolódást. És olyan mozdulatokat használunk az argentin tangóban, ami a nagyon mélyen elraktározott, az izmainkban eltárolt feszültségeket tudja oldani. Így kezdtünk el együtt dolgozni. Áldom az Istent, hogy unszolt is, én, egy kicsi, én félszeg voltam ebben, hogy, hogy ebben elkezdjek dolgozni, és mondta, hogy hát te már eleve ezt csinálod az óráidon, amit ő az, a, a párterápián, hát csináljuk együtt, hát milyen jó lenne, ha ő hozhatná a párjait, és akkor nem egy sima tangóra, hanem ami direkt erre megy rá. Könnyen belemennek? A párok? A párok? Teljesen változó. De, hát van, van, aki zaklatólag hat már szinte, hogy mikor lesz a következő, menni akarunk, befizetjük ott a helyünk, kérlek szépen, tartsátok fel nekünk. Van, aki fél évig gondolkodik rajta. Korosztályi megoszlás 23-tól 82-ig. Jaj, de jó. De ezt jó valami. Igen, van egy tanítványom, aki 80 fölött van, nem nevezem meg, mert mindenki csak 60-nak nézi, vagy 58-nak, élsportoló volt heti két tangórára jár, mellette még űzi a sportokat, folyamatosan mozog, és az argentin tangó, mivel zene van, partner van, improvizáció van, folyamatos egymásra reagálás van, teljes jelenlét van érzelmileg, szellemileg, fizikailag, hát ez fárasztja ki a legjobban. Ez vesz a legjobban igénybe bennünket. És nem véletlenül volt egy felmérés, 20 fős csoportokat vizsgáltak, 60 év feletti 20 fős csoport Heti háromszor egy órát ö, tréningezett, ilyen ciklikus mozgásokat végzett, futás, elipszis tréner, ö, gyaloglás, teremben. Ugyanez a ö, létszámú, ugyanez a korosztályú csoport pedig táncolt hetente háromszor. És az idegrendszeri fejlődés gyönyörűen beindult mindkét csoportban, fantasztikus eredményt értek el, de aki táncolt, annak háromszor annyi. Ö, szinapszis alakult ki az izomzatban. Még hát az ellen is nagyon. Róla, gondos igen, gondosat gondosat gondosat. nagyon fejleszti, pontosan azért, mert kapcsolódás van benne, ember az emberrel. Mm Huszáth -hmm. nagyon, nagyon szépen jó. köszönjük, szerintem sokan, sokunk kedvet kaptunk, hogy megpróbálkozzunk a tangóhoz, vagy tangóra, én szerintem a legjobb szorongás oldó és gátlásainkat is gyógyíthatjuk. Elmondjuk Ez azért, jó. hogy mi lesz a következő fél órában. Definíció. Hát ugye, ha azt mondjuk, hogy express, akkor solymos Tóni. Ha azt mondjuk, hogy solymos Tóni, akkor express, aki már mint Tóni 80, 60 éve van a színpadon, hihetetlen. Siklósi Máté is jön majd, viszontlátásra. Várjuk Önöket vissza.